Számos felvételi előtt álló fiatal érkezett a Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar nyílt napjára. Ilyenkor a leendő felvételizőknek lehetőségük van megismerni, mit nyújtanak a kar különböző szakjai. Az eseményt dr. Forró Lajos, a kar közkapcsolati dékán helyettese nyitotta meg, ezután Faragó Zita, a tanulmányi osztály vezetője és Sutus Valentin, a hallgatói önkormányzat elnöke is köszöntötte a megjelenteket. Én nagyon remélem, hogy a mai napon mindenki megtalálja azt, amit keres itt a különböző termekben, a különböző szakok között. Azt gondolom, hogy nagyon fontos döntés előtt álltok. Alaposan meg kell fontolni ezt a döntést, hiszen életetek egyik legszebb szakasza, a legszebb időszaka következik. Én azt gondolom, hogy egyetemistának lenni Szegeden az az egyik legszebb dolog, ami történhet veletek. Most annak kéne következni, hogy mint DK helyettes elmondom, hogy mindenképpen minket választhatok, mindenképpen erre a karra gyertek, bla bla bla, nem ezt mondom. Azt mondom, és ami a nagyon fontos, hiszen egy nagyon fontos döntés előtt álltok, azt mondom, hogy mindenképpen, amikor beírjátok a sorrendet, akkor senkire ne hallgassatok, csak a szívetekre. Az ember azt gondolná, hogy a mai világban és a mai fiataloknál digitális és szociális platformok a social media az, ami főleg előtérbe kerül, ez valóban így is van, azonban a tapasztalatok azt mutatják, mind most a múlt hétvégén az edukáción, mind ahogy most is körbe lehet nézni a teremben, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, hogy a személyes kontaktus és a személyes tapasztalat is nagyon-nagyon fontos. Érdekes a tendencia, főleg az idén hatalmas érdeklődés volt. Tehát az előző évekhez viszonyítva sokkal nagyobb érdeklődés, szignifikánsan nagyobb érdeklődés volt, mint a kihelyezett nyílt napjainkon, úgy az edukáción, az egyetemi nyílt napon, és ahogy tapasztaljuk most ezen a rendezvényen is, ami a kari nyílt napunkat tartalmazza. Aztán majd látjuk a felvételi számokban, hogy fog tükröződni. Tavaly egyébként egy nagyon-nagyon jó felvételi számot tudtunk produkálni, úgyhogy remélhetőleg, hogy ez a tendencia folytatódik, vagy legalábbis marad ezen a szinten. DK helyettes úr is említette, hogy jújusnak lenni jó. Hát én azt gondolom, hogy az egyik legjobb dolog, ami történt velem, amikor megkaptam azt a csodálatos SMS-t, hogy felvettek a Juhász Gyulára, és azóta itt 7 éves hallgatóként eltöltöttem egy kis időt. Azt gondolom itt a felsőoktatásra nézve, hogy nagyon fontos, egyértelműen dékán helyettes úr is elmondta, hallgassatok a szívetekre, gyertek a Juhász Gyulára, ez egy nagyon-nagyon barátságos, közeg, családias, nagyon gyakorlatorientáltak a képzések, tehát az első kurzusoknál már azokat a dolgokat fogjátok tanulni a gyakorlatban is, ami majd maga a szakmátok lesz. Egy központi tájékoztatót, egy általános tájékoztatót fogunk itt mindjárt megkezdeni, utána pedig első kézből, tehát a tanszékvezetők, a szakok szakfelelősei fogják első kézből tájékoztatni különböző termeikben az érdeklődőket, ami ugye azért jelentős, mert tényleg egy tanszékvezetői szinten fognak olyan tájékoztatást kapni és segítséget, ami biztos, hogy csak a hasznukra szolgál. Láthatóan hatalmas érdeklődés övezte a nyílt napot, ám azoknak sem kell aggódniuk, akik esetleg lemaradtak, ugyanis az interneten található rengeteg információn túl a kar további eseményeken is képviselteti magát a jelentkezési határidőig. Szombaton lesz még egy családi nap a egyetemi szinten, ez a tanulmányos információs központban lesz. Ott még akkor nyugodtan személyesen tudunk találkozni velük, már nem ilyen szinten, ott stand szinten fog kivonulni a kar, de ott is tájékoztatást adunk nagyon szívesen minden érdeklődőnek.